A Nagy Ho-Ho-Ho Horgász című rajzfilm főcímdala is felcsendült a koncerten Tóth Tibornak és Felnagyné Geri Emesének köszönhetően. Klarinétot és zongorát hallhattak ennél a számnál a kicsik, meg mellette sok-sok hangszert, illetve énekszót is. Ez az egyik célja, hogy lássák, hogy milyen hangszerek vannak, melyik milyen, melyik hogy szól, melyik mekkora, melyiknek mi a jellemzője, és aztán majd ők is tudjanak egyet választani, amire azt mondják, hogy na, ezen én is meg szeretnék tanulni játszani. Egy-egy nevelési évben 4 koncertet tartanak így az ovisoknak, ez már a 3. volt a sorban. Igyekszenek a zeneiskola tanárai úgy összeállítani a repertoárt, hogy minden tanszak megmutathassa magát. Mindig az adott évszakhoz köthető darabokat keresünk, megnézzük, hogy milyen ünnepek vannak az adott évszakban, a természetre mi jellemző, és hát ami a gyerekeknek nagyon tetszik, gyerekdalokat, népdalokat, ilyeneket, mesezenét van, hogy játszunk. 2 koncertet is adnak a zenetanárok, hiszen olyan sok a jelentkező. Évek óta beépítik ezt a programot az óvónők a zenei nevelésbe. A városnak szerintem az összes óvodájából jönnek, a katolikus óvodából is, és az állami óvodákból is, illetve a homokmégyi óvoda, akik még bebuszoznak és bejönnek csak azért, hogy halljanak minket. Még egy koncert vár az óvodásokra, arra vidám nyári dallamokkal készülnek a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárai.